Sziasztok, itt Dorina. Bocsánat, nem vágtam be az intrót, bocsánat. Bocsánat, tényleg. Ja, véletlenül megnyomtam a közelítést, mert mostantól úgy tudok közelíteni, hogy a hangosítógombat megnyomom. Ugye milyen menő? Szóval a lényeg, kívülök a közelítésből, hogy ez itt egy kicsit fontos, hogy jól lenne, amit elég korán csinálok meg. És most halkan kell beszélnem. Egy picit. Picit már, picit. Nos, a lényegem ennek a videónak, hogy egy kis eseményt szeretnék szervezni, mint a YouTube-on. Nagyon kis, kicsi, mert nyilván nem fogja senki megnézni. A lényege az lenne, hogy nagyon korán csinálom meg, de azért, hogy minél több emberhez el tudjon jutni. Azt szeretném, hogyha mi együtt az LPS YouTube-on, valamint a YouTube-on csinálnánk az anyukáknak anyáknapjára, ugye még csak január van is, anyáknapja májusban lesz. De ezt azért szeretném most megcsinálni, mert szeretném, ha nagyon sok emberhez eljutna, addig is. Ugyan még nagyon sok idő van, de azért hogy jusson el nagyon sok emberig addig is. A lényeg az lenne, hogy ugye anyák napjára csinálnánk közösen, és az lenne a lényeg, hogy van egy, mondjuk egy sötét színű, vagy akár világos színű hátterünk. Valószínűleg gépen, de vagy hát elektronikai eszközön. Szia, böszme. Vagy pedig akár kézileg. Most mondjuk ezt kézileg készíteném el. Erre ráírjuk, ugye mindenki ráírja, vagy digitálisan, vagy pedig nem digitálisan, hogy miért szereti az anyukáját, és mit szeret benne a legjobban. Ezt egy olyan egy-két percig videózza. Még például mondjuk most vegyük azt, hogy erre leírtam, hogy én miért szeretem. És ezt így videózom egy-két percig. Nem kell alatta beszélni, de az se baj, hogyha esetleg háttérzaj van. Ugyanis úgysem fog hallatszódni, ugyanis rá fogok vágni zenét. Ezt ugye elküldöd nekem, leginkább, ha lehet Hangouton, de ha nem, akkor érd meg, hogy milyen elérhetőségi oldalad van, és ott küld. Ugye ezt a videót küld el nekem, én pedig összevágom ezeket a videókat, és vágok a like zenét, és anyák napján feltöltöm. Igen, pontosan anyák napján, hogy ezt a szülők, azaz az anyukák ne tudják meg addig. Szóval igen, én igazán ezt szeretném csinálni anyák napját, szeretném ebben ugye a ti segítségeteket kérni. A szabályok. Igen, senki sem szereti a szabályokat, de nyugi, nem olyan wow, de gonosz szabályok. Az első szabály az az, hogy ezt a videót lehetőleg ne töltsd fel YouTube-ra. Ugyanis, hogyha YouTube-ra feltöltöd, akkor nagyobb az esélye, hogy valaki, valami anyuka meglátja. A második szabály, hogy ezt ugye küldd el nekem. Habár ez hú, de érthető. Hagyjuk. A harmadik szabály, igen, elég sok szabály van, hogy lehetőleg írd a bal alsó sarokba a neved. De hogyha esetleg ez nem sikerül, akkor ne aggódj. Beírom én neked. Ugyanis velem is történt, hogy ez lett volna a feladatom, de lefagyott a szerkesztőm, vagy
esetleg még nem is volt. De két személy, akinél ugye ez a probléma keletkezett, mindketten bírták nekem, kiknek innen is szeretném megköszönni, akik nem voltak más, mint Süti TV-t, ilyen az a Süti, és Atlas Network 20, azaz Brigi. Nagyon köszönöm nekik, hogy ebben az helyzetben kisegítettek. És a hatodik, egyben utolsó szabály, hogy küld be május első szombatjáig, de lehetőleg május első csütörtökéig, vagy péntekéig. Semmi baj, ha elkész vagy vele. Ez ugye nem verseny, szóval nincsen semmi nyeremény, azaz van egy nagy nyeremény, amit mindenki meg fog nyerni. Ugyanis az, hogy örülhet az anyukájának. Légy szíves, oszd meg a legtöbb helyen, ahol megtudod, hogy rengeteg emberhez eljusson. Semmi baj, ha esetleg nem videózol, ugyanis szerintem egy kis telefonfelvétellel ezt is meg tudod oldani. Ha ugye nem vidizel és nincsen csatornád, akkor valószínűleg az e-mail címedet fogod odaírni, vagy akár a nevedet. Légy juttasd el minél több helyre. Én is még a suliban ezt el fogom a többieknek mondani. Zene is lesz alávágva, így elég kis hangulatos lesz. Ha szeretnéd a profilképedet is bevághatod, vagy bevághatom neked én. Köszi, hogy végignézted, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!